Belerúgott az ágyba, ettől eltört a lába, így derült ki, hogy megint beteg. Levente tehát ismét kórházban van, és kemoterápiát kap. Csizmád van? Hát igen, csizmád van. Csizmának nevezi a 2,5 éves Levente azt a kötést, amelyet a törött lábára kapott. Belerúgott az ágyba, akkor sérült meg. A szülei először nem is gondolták, hogy ez a törés jelzi, hogy a fiúknál újra kiújult a rák, és áttét is van a testében. A gyerek először 1,5 évesen került kórházba. 2 hétig be volt teljesen dagadva és lilóva a 2 szeme, illetve hát hematomás volt az egész teste. Akkor bejöttünk a kórházba, először azt hittük, hogy csak beütötte magát. Biztunk benne, hogy hamar hazakerült. De nem így lett. A kisfiúnál egy nagyon ritka rákbetegséget diagnosztizáltak, amely az idegrendszer sejtjeit támadja meg. A gyerek hónapokig kórházban volt, kemoterápiát kapott, megműtötték, és testvérének őssejtjét is beültették neki. Úgy tűnt, a kisfiú tünetmentes, hazaengedték, de a lábtörés óta megint kórházban kezelik. A szülei csak a nagyszülők segítségével tudják megoldani, hogy Levente soha ne legyen egyedül. Én dolgozom, és Szabina van bent folyamatosan, őt hétvégén anyukám szokta leváltani, és az jöhessen a másik két gyerekhez, gyerekünkhez, és hát igazából ő éjjel-nappal bent van. A kisfiú gyógyulására csak egy bécsi kórházban van esély. Ott dolgozik ugyanis a betegségének egyik specialistája. Ha a gyerek jobban lesz, és a szülők ki tudják fizetni a bécsi kezelések várható költségét, a kisfiút csak akkor tudják meggyógyítani. Ez nagyjából egy olyan 6 és 10 millió forint között lesz. Ennyit kell majd a családnak a bécsi kezelésért fizetnie. Több alapítvány is támogatja őket, és több felajánlást is kaptak már. De eddig a pénznek csak egy része, 3,5 millió forint gyűlt össze. Sokkal több.